Általában is keresi az első látásra nehezen teljesíthető dolgokat? Mert hát a jélt mindenképpen oda kell számítani. Igen, egész életemben ez jellemző volt, ugye mindig egy, egy szinttel följebb szerettem volna, mint ami nekem lehetőséget jelentett, és, és onnantól kezdve már csak arra fókuszáltam, hogy azt mindenképpen elérjem. Tulajdonképpen majdnem, hogy titkoltam így a barátok vagy ismerősök elől azt, hogy én ide jelentkezek, lesz, ami lesz. Mindent egy lapra tett föl, tehát csak a Ére jelentkezett, vagy biztonsági tartalékként megjelölt még második, meg harmadik egyetemeket is? Idén csak a Ére, és ezen felül pedig még a Stanford és a Harvard volt, amit így kinéztem, hogy jó számomra szimpatikus képzést ad, és oda jelentkeztem volna még a jél után, hogyha az nem jön össze. És konzultált előzetesen a szüleivel, nyilván a szüleivel megbeszélte, de például a tanáraival, azok a tanárok tudták, akik ajánlólevelet írtak, mert kell kettő ajánlólevél és egy, egy további ajánlólevél az igazgatótól is, ő tudniuk kellett, viszont a többi tanár elől ezt titkoltam, vagy nem tudatosan, de nem mondtam nekik. Tehát, hogy ne legyen elvárás velem szemben, hanem majd örüljünk neki, hogyha véletlenül sikerülne. A szülei a jélre való jelentkezésébe se szóltak bele, de azért bíztattak? Nagyon ö, sok volt, az, úgy érzem a szülőknek, az, hogy én ezzel mennyit foglalkozok, ö, viszont nagyon kevés esély is van bejutni, ugye? Tehát tudták azt, hogy akármilyen kevés esély van, én mégis beraktam azt a 100-120 órát, amit ez megkövetel, hogy egy jó jelentkezési anyagot összeállítsak. 100-120 óra kell még a jelentkezési anyagot az ember a jére összeállítja? Úgy összeállítja, hogy fel is vegyék. <laughs>